Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzésünket, remélem nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. És mindig olyan furcsán szokott ez történni, hogy utána amikor beszélünk, hiába rendelek el tegeződést, és amikor valaki mondjuk fölhív egy tanuló telefonon, és akkor magázódik. Itt tegeződünk, itt mindenki tegezi egymást. Ugye tudjátok, hogy annak idején a magyarok azok nem magázódtak, a magyar nyelvben nem volt olyan, hogy magázódás. Nem tudjátok? Akkor épp itt az ideje, hogy tudjátok. Kik hozták be a magázódást? Az osztrákok. Tehát az osztrákokig nem volt magázódás. És még a királyt is tegezték a magyarok, még a legalsóbb népcsoportból is ugye tegezték a királyt, tehát a magyar nyelvnek nem volt része a magázódás. Tehát nem volt olyan, hogy magázódás a magyar nyelvben. Tehát tehát minden tegeződve folyt, és minden tegeződve történt, és attól, mert tegeződve volt, attól ugyanúgy meg tudták adni a tiszteletet. És ugye az osztrákok hozták be ezt a magázódás kérdését, és onnantól, míg az osztrák uralom volt, az mennyi? Hát 250 éves uralom gyakorlatilag, vagy több mint 250 éves, ugye addig ugye szépen átalakították a dolgokat. Na most csak hagyd beszéljek erről egy kicsit, ugye erről már régen beszéltem, hogy ugye tanultuk azt, hogy tatárok milyen nagy kárt okoztak, tanultuk azt, hogy a törökök milyen nagy kárt okoztak. Na most ahhoz képest, amit az osztrákok okoztak, ahhoz képest ez a kettő együtt is nudli. Oké? Tehát történelmi hamisításról már biztos, hogy hallottatok, és igazából a legnagyobb kárt a magyar népnek az osztrákok okozták. Tehát például az osztrákoknak köszönhetjük a Trianont, nem a franciáknak, mert ha az osztrákok nem lettek volna a nyakunkon, akkor mi nem valószínű, hogy beszállunk a háborúba. És nem a magyarok akartak beszállni a háborúba, hanem nyilván az osztrákok szálltak be a háborúba. Szóval a lényeg az, hogy gyakorlatilag a Magyarországnak a legnagyobb kárt mondjuk az elmúlt ezer évben, ugye mióta Magyarország létezik, az osztrákok okozták. Például ugye az alatt az időszak alatt néptelenedett el nagyon sok terület Magyarországon, nem a törökök alatt, csak úgy mondanám. Tehát ugye például azt tanultuk történelemből, hogy a mohácsi vész, ugye 1526, na most jó lenne tudni például azt is, hogy utána még a 30 évig a törökök nem is voltak Magyarországon. Nem is tudtuk, érted? Tehát nem is voltak Magyarország, tehát csin, megvertek itt minket 1526-ban, és utána kivonultak Magyarországról. Tehát gyakorlatilag mi felkészülhettünk volna a következő 30 évben a törökökre, stb. Stb. Nem csináltuk, mindegy, és utána, tehát a törökök nem csinálták azt, hogy elnéptelenítették azokat a területeket, ahol uralkodtak. Hát ugye a félvilág itt a környékünkön a törökök uralma alatt volt, ugye egészen Egyiptomtól egészen idáig Magyarországig ugye az ő területük volt a törökök, és nem néptelenítették el, és Magyarországot sem néptelenítették el. Tehát nem véletlenül például miért nem? Hát nem tudom, tudjátok-e, hogyha például elmész Törökországba, akkor a magyarokat szeretik. Tehát ők nem ellenségnek tekintik. Elmész Ausztriába, ott a magyarokat ellenségnek tekintik, érted? A törökök sose tekintették a magyarokat ellenségnek.
És például ott volt egy olyan, hogy a törökök, tehát nem azért, hogy a törököket most védeném, most ne értsétek félre, de ők azt akarták, hogy Magyarország az fizessen adót feléjük. És akkor nem szállták volna meg. És ugye nem fizetett Magyarország, illetve Lajos király volt akkor a király, és ő megtagadta ezt az adófizetést, utána elvesztették a csatát. Miért? Azért, mert Szapolyai nem jött oda a seregével időben. Ha a seregével oda jött volna időben, akkor nyernek a magyarok, simán egyébként, simán nyertek volna, mert így is határeset volt, ha a királyunk nem vesz oda, akkor lehet, hogy még így is győzünk. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy utána még 30 évig a törökök nem voltak itt, és nem tudom, tudjátok-e, hogy az osztrákok megállapodtak a törökökkel, hogy osszák fel Magyarországot három részre, hogy megszerezhessék az aranybányákat. Az osztrákok a felvidéken. Ugye ott voltak, nem tudom, tudjátok-e, hogy Magyarország, tehát gyakorlatilag abban az időben Európában nem volt olyan aranyékszer, vagy olyan arany, amiben ne lett volna magyar bányászatú arany. Érted? Tehát Európában volt Nagy Magyarország területén bányázták a legeslegtöbb aranyat. És ugye erre fájt a foguk, az osztrákoknak is, a törököknek is, de elsősorban az osztrákoknak. Hát most gondoljátok végig, hát miért nem mentek tovább a törökök? Ugye ott voltak Bécs falainál, és nem mentek tovább. Hát Mátyás simán elfoglalta Bécset, de a törökök is simán elfoglalták volna, miért nem foglalták el? Hát nem megállapodtak a törökök meg az osztrákok azzal, hogy felosztják Magyarországot, és ezáltal megszerzik az aranybányák jó részét. Világos ez? Tehát arra fájt a törököknek is, meg az osztrákoknak is a foguk a magyar aranybányákra. Oké? Na most, tehát a sógoraink azok a legrohadtabb ellenségeink voltak a történelem során. Szó szerint. Szó szerint. Tehát most például, nem tudom, a tatárjárás. Ha megnézzük, visszamegyünk. A tatárjárás az úgy zajlott le, hogy ide küldtek küldöttséget, hogy a magyarok, a magyar ilyen hercegek legyenek uralkodók nyugaton, mert a tatárok azok hunok voltak ugyanúgy, mint a magyarok. Érted? Hunok. És mint testvér népekhez jöttek, hogy engedjük át őket, sőt, ha segítjük nekik hát az áthadaladást, meg a hadi, micsodát, mit mondtál? Hadjáratot, igen, köszönöm szépen, akkor mondom, a magyar hercegek lehettek volna nyugaton az uralkodók. És képzeljétek el, ez úgy lett megakadályozva, hogy azok, akik elmentek tárgyalni, magyar küldöttség, azokat megölték. És nem zajlott le maga a tárgyalás. Nem zajlott le. És ezáltal nem tudott ez megvalósulni, és a király nem tudta, hogy a tatárok mit akarnak. Érted? És gyakorlatilag itt volt csata, ugye, mert volt a Muhi csata, tényleg volt, de annak nem lett olyan következménye, mint amit itt tanultunk. Mert nem ellenségeik voltunk a tatároknak, érted? Hanem testvérnép. Tehát olyan testvérnép volt nekünk a tatár, mint az osztrákoknak a, mondjuk a bajor. Érted? Jó, tehát, és ugye a törököket arról már beszéltem, és igazából, ha megnézzük, az osztrákok és a németekkel együtt
azok ugye a pozsonyi, az valami 800-900 környékén, 907-ben, igen, köszönöm szépen, tehát 907-ben ugye ők el akarták tiporni, ugye akkor még nem mondhatjuk, hogy Magyarországot, de mondhatjuk azt, hogy hát ezt a területet, ahol a magyarok éltek, és hát Hungáriát, igen, el akarták tiporni, de akkor is kik? Az osztrákok meg a németek, érted? Tehát állandóan, és akkor a hadsereggel vonultak föl, érted? És mégis a magyarok úgy megverték őket, hogy arrukódultak. Aztán utána ugye sok száz éven keresztül, hála Istennek, nem ismertek velünk semmit se csinálni. Jó, tehát, és akkor egy kicsit még ugye megnézzük ezt a dolgot, akkor ugye azt is tudhatjuk, hogy igazából az Attila a hunok királyára, a magyarok azt mondták, hogy királyunk. Tehát Attilát királyuknak nevezték a magyarok. Miért? Mert a magyar az egy hun törzs. A székely az egy hun törzs. Azt mondja, hogy a kunok az egy hun törzs. Akkor a palócok az egy hun törzs, és a palócokról érdemes annyit tudni, hogy amikor Attila hadjáratba ment a palócokkal, a palócok olyan virgoncok voltak a csatába, hogy az Atlanti óceánig nyomultak előre a palócok, mikor Attila seregében csatáztak. Tehát ami azt jelenti, hogy olyan mértékű hadi tudással rendelkeztek. Na szóval lényeg az, hogy mi, tehát maga a magyar törzs az a Krisztus előtt nem is létezett. 170-ben, Krisztus után 170-ben jött létre. Hogy jött létre? Úgy jött létre, hogy a magyar, tehát nem volt olyan nép, hogy magyar. A magyar az azt jelenti, hogy magúr. A magúr azt jelentette, hogy az egyisten hitnek a tudója. És mindenkit magyarnak hívtak, aki egyisten hívő volt. És későbbiek folyamán nevet, névként is megjelent, mint ahogy most is van, majd kifejezetten magyar vezetéknevű ember, tehát Magyar István, Magyar Zoltán, stb. Stb. Jó, tehát a magyar, mint családnév megjelent még ugye az időszámításunk előtt. És például volt egy hun törzs, és ott lett egy magyar nevezetű törzsfőnök fia. Tehát a törzsfőnök egyik fiát magyarnak nevezték el. És ez a törzsfő fia, ez kivált abból a törzsből, abból a hun törzsből, és alapított egy új törzset. És mivel ugye akkor az volt a szokás, és még ez nagyon sokáig így volt, hogy a törzsfőről nevezték el, tehát mit mondtak? Azt mondták, hogy mivel a törzsnek a vezetőjét magyarnak hívták, ezért azt mondták a törzsre a többiek, a környezetükben lévő törzsek, hogy magyarok. Értitek? Tehát magyarok. És ez azt jelenti, hogy onnantól lettek magyarok, mikor lett egy hivatalos, idézőjelben hivatalos, magyar nevezetű törzs. Érted? Tehát a magyar az egy törzs. Tehát az nem egy nép, az egy törzs. Ugyanúgy törzs, mint a székely, ugyanúgy, mint a palóc, ugyanúgy, mint a kun. Hun törzs. Volt 24 hun törzs, amelynek volt, ennek a 24 hun törzsnek vérszerződése egymással.
a vérszerződésben az volt, hogyha bármelyik bajba kerül, akkor segítségére mennek, és tehát hadba hívhatók. Ezt csinálta, ezt használta ki például Attila, hogy a hun törzseket össze tudta fogni, oké? Tehát hadba tudta hívni, mint legfőbb uralkodója a hunoknak, oké? Tehát ezt csak most azért mondom, hogy tisztában legyünk saját magunkkal, ha már magyarul beszélünk, tisztában legyünk azzal, hogy honnan is származunk. Tehát nekünk nem a magyarságunkra kellene büszke lenni, hanem a hunságunkra, hiszen nem tudom, tudjátok-e, hogy mikor jelentek meg először a hun törzsek? 7000 évvel ezelőtt. 7000 évvel ezelőtt. Érted? Na most azért keressünk még olyan népet, amelynek mondjuk van 7000 éves múltja. Érted? Nem sok van ilyen a Földön. És ráadásul a hunoknak volt egy tulajdonságuk, a következő, hogy voltak olyanok, hogy rovósámánok. A rovósámánok aranylemezekre rótták a történéseket, és fejvesztés terhe mellett rohadták az igazságot. Mondom, fejvesztés terhe mellett, ami azt jelenti, hogy ha meghamisította az igazságot, levágták a fejét. Na most ezért csak megkérdezném, hogy a Bibliában vajon, amikor a Bibliát újraírták, érted? Többszörösen, akkor fejvesztés terhe mellett írták újra? Nem. Ezáltal ugye, mivel a rovósámánok fejvesztés terhe mellett írhatták a történeteket, ezért a népek közül a múlt az a leghitelesebben a magyar történeti írásokban van leírva, illetve hát a hun történeti írásokban. És 7000 évvel ezelőtt kezdték el, képzeljétek el, aranylemezekre róni, ugye belevésni, ugye az aranylemezekbe bele, hát nem belevésik, hanem belenyomják, belerótták a szövegeket. És ezek az aranylemezek, csak úgy mondanám, megvannak. Nem az én tulajdonomban, de ezek megvannak, ezek az aranylemezek. Csak jól el vannak dugva. Jó? Tehát aranylemez, ilyen típusú aranylemezei egyébként a Tudományos Akadémiának is vannak, csak jól el van rejtve. Jó? És miért aranylemezekre nyomták? Mert az arany az egyetlen, ugye azért nyomták, mert belenyomták. Tehát, és ugye viszonylag az arany az viszonylag puha fém, és könnyű volt belenyomni, de nem ezért, azért, mert az arany az nem megy tönkre. Nem megy tönkre. Az az egyetlen fém, amelyről nem tudod megállapítani, hogy milyen korú. Érted? Ugyanis semmilyen, hogy hívják, nem hatrás, időjárás, nap, semmi, érted? Nem, nincs. A vegyszerek nem hatnak rá. Tehát az az egyetlen anyag, ami teljesen időtálló. Érted? És alakítható, formálható, méghozzá nagyon könnyen alakítható, formálható. Nem véletlenül csinálnak belőle ékszert. Ráadásul még szép is a színe. Nem? Van, aki szereti az aranyszínét? Kezeket? Aranyszínét? Vagy álltok el? Nem szereted az aranyszínét? Más tárban igen, ez jó. No, szóval lényeg az, hogy évezredeken keresztül a rovósámánok rótták az aranylemezekbe a történéseket. Jó?
és mondom, fejvesztés terhe mellett. Ilyen a történelemben máshol nincs is, hogy fejvesztés terhe mellett kellett a történéseket leírni. Ugye azért nálunk rovás volt, mert maga az írásmód az rovás írás volt. Megengedsz ide egy apró kérdést, akkor nem is a szanszkrit a világ legősibb nyelve, hanem ugye akkor a miénk. Persze, így van. Ez 7000, a szanszkrit, nem tudom sose kimondani, ez meg kb. 5000 évvel ezelőtt jött. Na most a nyelvek, tehát volt egy alapnyelv, tehát az egész bolygón egy nyelv volt, még 7000 évvel ezelőtt, egyetlen egy nyelv. És ugye minden nyelv abból fejlődött ki, tehát minden nyelv, csak a magyar tartott meg abból a legtöbb szót. Oké? És legtöbb kifejezést. Ami azt jelenti, hogy itt volt a legkevesebb módosítása az ősi nyelvnek. Tehát amikor azt hazudják, hogy ez az ősi nyelv, akkor az nem igaz, mert minden nyelv abból fejlődött ki, csak valami már gyakorlatilag szinte semmit nem tartalmaz az ősi nyelvből, mert már annyit átalakították. A magyar az, amelyik a legkevésbé alakult át az ősi nyelvből. Oké? És ugye miért csinálták azt, hogy ez is egy jó történet, mindjárt elmesélem, hogy ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy a hunoknak mi volt a küldetése? A hunoknak egy magasabb szintű tudást kellett átadni az emberiségnek. Ez volt a küldetések. Miért kapták ezt a küldetést? Mert leszálltak isteni lények, űrhajóval egyébként, ott, ahol a hunok voltak, az egy nagy sziget volt, ami már nincs, már rég nincs, az Atlanti-óceánon volt egy sziget, úgy hívták egyébként, hogy Atais, és ez a sziget már rég nincs, és oda leszálltak, ott hunok voltak, de képzeljétek, voltak fehér hunok, bőr szerint, és fekete hunok. Oké? És átadtak nekik tudást. Oké? Nem tudtak elmenni innen, mert megsérült az űrhajójuk, itt maradtak, és egy hölgy élt közülük a legtovább, akiről meg is emlékeznek nagyon sok helyen, Magyarországon az a nagy boldog asszony, csak úgy mondanám. Oké? Anahitának hívták, tehát Anahita, Anyahita, annak hívták. Ő tanította a legtöbb ideig a magyarokat, illetve, bocsánat, nem magyarokat, mert akkor közül magyarok nem voltak, hunokat, és azt vállalták a hunok, hogy szétviszik a világban a tudást, amit kaptak ugye ezektől a földön kívüliektől. Hova vitték el hajóval? Közép-Amerika, Egyiptom, India és Kárpát-medence. Tehát szétszélettek onnan ezekre a területekre. Oké? És lényeg az, hogy azzal a küldetéssel szélettek szét, hogy egy magasabb rendű tudást visznek el az emberiség számára. És mivel magasabb rendű tudással rendelkeztek, ezáltal mindenütt ők voltak a vezető népek, vezető emberek. Tehát ahova elmentek, ott mindenütt ők voltak a vezetők. És ez évezredekig így volt, képzeljétek el. Utána. És miért? Tehát hogy működött egy hun? Balkezes volt. Ezért nagyon sok
hun származású gyerek balkezes. Tehát ami azt jelenti, hogy úgy kényszerítik át a jobb kezességre. Tehát bal kézzel kezd el működni a kisgyerekek nagy része itt Magyarországon. Balkezesek voltak a hunok. A hunok, és ugye az ősi nyelvet beszélték. És ugye hogy akarták a hun uralkodás alól kikerülni az egyéb népek? Nagyon egyszerű. Úgy akartak kikerülni, hogy elkezdték megváltoztatni a nyelvüket a gyereknek. A gyereknek a nyelvét. És elkezdték a szavakat másként, más szavakkal, tehát kitalált szavakkal. Ezért van a többi népnél, nem vezethető vissza a szónak a tartalma arra, amiről szól a szó. De a magyar szavak nagy része visszavezethető arra a dologra, amiről szól az a szó. És ugye mivel kitalált szavakról van szó a többi nyelvnél, ugye miért? Hogy ne értsék a hunoknak az utasításait a gyerekek. Világos ez? És ezáltal ugye különböző területeken nyilván különböző szavakat találtak ki az emberek, és akkor azt kezdték el alkalmazni, és ebből kifejlődött a másik nyelv. Világos ez? Hát ezért van az, hogy a Földön a legtöbb nyelvnél egyszerűen nem vezethető vissza arra a dologra az a szó, ami a szónak a jelentése. A magyar nyelvnél meg nagyon sok, sőt még most is úgy alkotunk szavakat, mikor létrehozunk egy új szót, hogy utaljon arra, hogy az mire utal az a szó. Oké? Tehát a többi nyelvnél ez nem jellemző. És lényeg az, hogy úgy sikerült elérni azt, hogy kiváljanak a hun uralom alól, hogy egyszer nem értették meg a hun utasításokat. Ez volt az egyik. Másik, hogy úgy tudták legyőzni a hunoknak a hadviselését, ez már jó későn volt, mert ez már ugye most már lassan 1000 évvel ezelőttről beszélünk, hogy átszoktatták a gyerekeket a jobb kéz használatára, és úgy győzték le a hun hadsereget, hogy jobb kézzel kardoztak. Tehát gyakorlatilag a balkezes kardozásnál a hunoknak nem volt ellenfelük. Oké? És a jobb kéz igénybe, tehát a jobb kéz használatával ugye tudták legyőzni a hun seregeket. És lényeg az, hogy ugye a hunok mikor vesztették el a, hát mondhatjuk azt, hogy világuralmukat, szó szerint, hát az időszámításunk környékén. Oké? Illetve még utána megvolt, mert még Attila is, hát gondoljátok végig, hát az Atlanti óceántól a Csendes óceánig majdnem az övé volt. Tehát a létező legnagyobb birodalom volt a történelem során, amit Attila hozott létre. Tehát az pedig már ugye majdnem 500-ban volt, Krisztus után 500-ban. Tehát ugye ők szüntették meg a római birodalmat valamilyen szinten. Tehát lényeg az, hogy ugye az mikor volt, az 1500 évvel ezelőtt, ugye még a hunok azok javában a birodalomban voltak. Sőt, utána még volt az avarkor az nem az avarkor, hanem a zavarkor, csak hogy tisztában legyünk velük, az még mindig a hun uralomról szólt. Tehát Csaba
Attila fia Csaba, az még ugye tartotta a hunbirodalmat, még egy jó ideig, az avarkor nem tudom meddig volt, 100-200 évig, nem is tudom, történelembe tanultuk. András, nem tudod, az avarkor meddig volt? Avarkor meddig volt? Avarkor? 470. Hány évszázadon keresztül volt az avarkor? 3 évszázadon keresztül. Tehát ami azt jelenti, még Attila után 3 évszázadon keresztül a hunok még nagyhatalmú nép volt. Oké? Tehát egészen, ugye meddig? Hát gyakorlatilag Istvánig. Tehát ami azt jelenti, hogy 6000 éven keresztül óriási birodalmuk volt a hunoknak, ugye az elődjeinknek mondhatjuk azt, 6000 éven keresztül, semmilyen birodalom nem állt fönn 6000 éven keresztül, de ott csak úgy mondanám, és mit tanulunk róla? Semmit. És ugye tudjátok mi a baj? Hogy annak idején, amikor ugye Attila is volt, akkor megfogadták a népek, hogy ezt a népet eltüntetjük a földszínéről. És mivel a népek szemében a magyarok az örökösök, és ugye nem csak a magyarok, hanem a székelyek, a palócok, a kunok, stb. Az örökösök, és ugye a világ népei mindenütt úgy tekintenek ránk, mint hunok, hát nem véletlenül úgy szereplünk mindenhol, hogy hú, mi meg magyaroknak tekintjük magunkat, ez közben mi hunok, a világ meg hunokként tekintenek rá. Te azt mondod, hogy Magyarország, mit tudom, hogy valahol külföldön, akár Európában, azt néznek rád, érted? De azt mondod, hogy ha Hungária, érted? Már nem néznek rád. Érted? Tehát minket a hunokkal azonosítanak, de gondoljátok végig, hogy mivel 6000 éven keresztül voltak a világ urai a hunoknak, hány nép fogadta azt meg, hogy eltüntetjük ezeket? És akkor miért vannak igazából ellenünk? Akkor már lassan értitek, mert annak idején csináltak erre egy fogadalmat, érted? Jó? És akkor most ezt úgy érik el, hogy minél több ember hagyja el az országot, és minél több költözzön be, aki már nem magyar. Oké? Illetve nem hun. Jó? De hát hunvér, hát az a legtöbb európai emberben van. Mert hát például olyan városnevek, mi neveztük el? A hunok. A hunok nevezték el, például hogy Berlin. Azt a hunok nevezték el. Oké, egy csomó városnév Európában az hun elnevezésű. És nagyon érdekes, mert megnézed, ugye egy csomó városnak, amihez semmi köze Magyarországhoz, rendesen magyar neve van. Érted? Közben ők nem is úgy hívják. Oké? És magyar neve van. Pedig az soha nem volt Magyarország területe. Jó, tehát elég érdekes történelmünk van, amiről nem tudunk semmit. Nem tudunk semmit. De ez nagyon érdekes volt, hogy annak idején, mikor Attiláról tanultunk, akkor volt a történelemkönyvben ennyi. Emlékeztek? Ennyi? Ennyi. Az közben a világ legnagyobb birodalma volt az Attiláé. Tehát területileg még akkora birodalma nem volt. Most képzeld el, 1 milliós hadsereget tudott összeszedni a saját idejében. A saját idejében 1 milliós hadsereget. Ezelőtt 1500 évvel. Ha most nem tudnak összeszedni 1 milliós hadsereget, nem akkor. Érted? Szóval ez most nem nacionalizmus, ennek utána lehet nézni, utána lehet járni, érted ezt? Utána lehet olvasni ilyen dolgoknak. Tehát itt nem az a lényeg, hogy
ugye mi volt a múltban, de azt is érdemes tudni, hogy miért nehéz a magyarok élete az elmúlt 1000 évben. Miért van ez a durániátok? Mert mi voltunk azok, akik a 24 hun törzsnek a szövetségét fölrúgtuk. És a vérszerződésben az volt, hogyha egy törzs fölrúgja a vérszerződést, akkor 1000 éves átok sújtja azt a népet, amelyik fölrúgja. Hoppá! És már pedig a drága királyunk, akit úgy hívnak, hogy István, az előző neve Vajk, igen, az szépen fölrúgta ezt a 24 törzsnek a szövetségét. És azért annak idején a szellemiség a sokkal-sokkal több volt, mint manapság. Tehát hogyha ott egy kötöttek egy vérszerződést, amiben az volt, hogy 1000 éves átok sújtsa azt a népet, amelyik fölrúgja a vérszerződést, érted? Akkor az be is következett. Oké? Tehát ott olyan emberek, szellemi emberek voltak, most mondok példát. Régen egy magyar királynak nem kellett tanácsadó testület. Nem kellett. Egyedül képes volt arra, hogy minden pozíciót, mindent betöltsön. Egyedül. Érted? Egyedül betöltsön. Most egy miniszterelnöknek vagy egy államelnöknek egy teljes apparátusra van szüksége, ott mit tudom én hány miniszterre, meg miniszterhelyettesre, meg miniszterhelyettes-helyettesre, érted, hogy irányítani tudja az országot. Most gondold végig, Attila egyedül képes volt egy birodalmat irányítani. Egyedül. Érted? Akkor ez így működött, hogy egy király az képes volt arra, hogy egyedül döntéseket hozzon, nem kellett neki tanácsadó testület. Érted? Nem kellett kikérni emberek véleményét, meg szakemberek véleményét. Mindenbe képes volt szakemberi szinten működni. Így működött egy király. Érted? Én ezt tudom, hogy milyen, mert képes vagyok erre. Érted? Tehát nekem nem kellenek tanácsadók. Voltak régen tanácsadók, csak befaragtam velük állandóan. Érted? Nekem nem kellenek tanácsadók. Én tudom, hogy mit kell cselekedni, akármilyen területen. Érted? Tehát ezáltal ugye azt is tudom, hogy simán meg lehetett ezt részükről csinálni. Simán. Nem kellett mindenféle miniszter, meg ilyen baromságok, érted? Hogy ez ebben szakember, az abban szakember, az amabban szakember. És a királyok simán megcsinálták azt, hogy bármilyen területen szakember volt. Bármilyen területbe fogom, egy picit belásom magam, már is az átlag jóval fölötti tudással rendelkezek azon a területen. Mert kapom hozzá az információkat. Hát ez így működik, a király annak alapján működött, érted, hogy kapta az információkat. Tehát ő valamilyen területtel akart foglalkozni, neki nem kellett tanácsadó testület, mert fogta egy picikét, belásta magát, és onnantól kezdve a többi információt már megkapta. Érted? És nem kellett emberektől információt kérnie. Tehát nem emberektől kapott információkat. Szóval a lényeg az, hogy ez volt a múlt. És ugye van itt egy probléma, ugye az, hogy mi vagyunk a közvetlen letéteményesei a hunoknak. Ugye a világ is ennek tart minket, és ezáltal ugye a hun magyaroknak, beleértve a székelyek, palócok, stb. Stb. Azoknak bizony, mindnek, akik hunok,
van egy küldetésük, egy magasabb szintű tudást kell eljutatni az emberiség részére, mert ez nem fejeződött be. Világos az? És ezt csináljuk. Én ezt így kezdtem el 12 évvel ezelőtt. Nem a coachképzéssel kezdtem. Nem a, hogy fejlesztjük az embereket, nem. Egy magasabb szintű tudást kell eljuttatni az emberiség számára. Érted? Így kezdtem el, így álltam neki. Én most emlékszik erre. Oké? És ezt valósítjuk meg, ezt a magasabb szintű tudás eljuttatását. Hogy egyébként, hogy minek nevezzük ebből a szempontból, az részletkérdés. Oké? Jó? És a magasabb szintű tudás az mit jelent? Hogy az régen például a népek, mit tudom, megették egymást. Harcoltak egymást, azt megették, érted? Akkor itt valami nem tudtak olyanokat, hogy tüzet hozt, féltek a tűztől, féltek ettől, féltek attól, féltek amattól, mindentől, érted? A magasabb rendű tudás az azt jelenti, hogy megértést ad mindenre. Ha megértést kapsz bármire, akkor nincs olyan, hogy félni kellene tőle, érted? Hú, hát ez nagy baj. Hát akkor nem fognak félni az emberek. Tehát annak idején így indultak el a hunok, hogy elviszik a magasabb rendű tudást, hogy az emberek ne féljenek. Oké? És most is ugyanez a projekt. Most is. Ha az ember megért dolgokat, akkor nincs mitől félni. Mert érted? Akkor félhetsz valamitől, ha nem érted. Érted? Ha tudod, hogy mi miért van, akkor miért kéne félned? Oké, például beszélgettünk, ugye a kezdés előtt azért jött be ilyen későn a videó, mert elterelődött arról a figyelmem, hogy bekapcsoljam a videót. Hát arról beszéltünk, hogy az emberek ugye nem ismerik, mi van a halál utáni állapotban, tehát közvetlen onnantól kezdve, hogy valaki meghal. Erre én megmondtam, hogy amit egy mai embernek tudni kell a halál utáni állapotról, azt én mind tudom, és át tudom adni. Oké? Na most onnantól kezdve azt is tudom, hogy mitől kell tartani, vagy mitől nem kell tartani. Oké? Jó? Szóval a lényeg az, hogy egy érdekes hely a mi szervezetünk, egy olyan érdekes hely, ahol olyan dolgokat tanulhatsz, amit esetlegesen tudsz máshol is tanulni, csak nem egy helyen. Érted? Hanem mondhatjuk azt, hogy számtalan helyen kell tanulnod, hogy ehhez hozzájussál, és akkor nem tudom mekkora vagyonod van, de hogy nem leszel arra elég, hogy számtalan helyen tanulj, az hód biztos, hogy nem lesz elég a vagyonod. Érted? És megkeresni, hogy hol milyen képzést adnak, az sem egy egyszerű dolog. Jó? Tehát ugye én több millió forintot költöttem a saját képzésemre, 2010-ig. Honnantól? 91-től. 2010-től nem költök pénzt a saját képzésemre. Oké? Miért? Azért, mert 2010-től kapom az információkat. Világos ez? Tehát onnantól rendszeresen valami téma érdekel, tuti, hogy elém kerül az a téma, vagy valamilyen témár, mit tudom, valaki kérdez, akkor fogom és megkapom rá a választ. Érted? De nyilvánvaló,
olyanokra, aminek utána tudsz nézni, arra nem adnak választ, mert ők úgy működnek odafönt, hogy nem fognak helyetted dolgozni. Világos ez? Tehát aminek te utána tudsz nézni, azt nem fogják rajtam keresztül átadni. Csak annak a tudását adják át rajtam keresztül, aminek nem tudsz utána nézni. Világos ez? Tehát mondom, nem fogod őket dolgoztatni. Oké? Logikus, nem? A bolondok lennének helyette dolgozni. Oké? Szóval, itt van egy olyan szervezetünk, amelynek egy magasabb rendű tudást kell elvinnie az emberiség számára. Ezt egyébként kb. 7 különböző proféciában, jövendőlésben magyarul olvastam. Még annó annak idején, még már a 90-es évektől. És az azt írja, hogy innen indul el a Kárpát-medencébe, ez a maga, a Kárpát-medencéből ez a magasabb rendű tudás. Hát nem ezt csináljuk véletlenül. Ez azt jelenti, hogy engem az baromi mód lelkesít, és lelkesített mindig. De valahogy ezt nem látom mindenkiben. Tehát most gondold végig, teszitek a dolgokatokat az életetekben, érted? És milyen nagy dologban vettél részt ezelőtt? Hát mondhatjuk azt, hogy senki semmiben, érted? Senki semmiben. Itt van egy történelmi pillanat, amiben részt lehet venni. Érted? Tényleg történelmi pillanat, mert innen indul ki az emberiség egy szellemi fejlődése. Érted? A technikai fejlődés szartér, bocsánat. A szellemi fejlődés a lényeg. Mert a technikai fejlődés rosszat tett a szellemi fejlődésnek. Érted? Nem azt mondom, hogy menjünk vissza az ős közösségi szintre. Nem. Kell a technikai fejlődés, csak nem azt jelenti, hogy a figyelmedet vigye el a szellemi fejlődésedtől. Mert sajnos a legtöbb embernek a technika fejlődése elvitte a figyelmét a szellemi fejlődéstől. És mikor indult a technika fejlődése? 1640-ben. Mikor Watt föltalálta a gőzgépét. Oké? Onnantól indult el, és ugye a 20. századtól rohamos a technikai fejlődés. Főleg az első világháborútól rohamos a technikai fejlődés. És a figyelem az átment az anyagra. Addig, míg nem volt első világháború, addig a figyelem az embereknek nem az anyagon volt jellemzően, hanem megoszlott. Tehát ezért például az első világháborúig mindenki, aki megöregedett, bölcsé vált. Manapság ez nem mondható el. Tehát ami azt jelenti, hogy a megélt tapasztalatokat bölcsességgé formálta, érted? És a bölcsességet átadták a fiataloknak, az idősek. Ezért az időseknek sokkal, de sokkal nagyobb tiszteletük volt, mint a mai időseknek. Mert a mai idősek nagy része egyáltalán nem bölcs. Ezáltal mit tiszteljenek bennük a fiatalok? A korukat? Hát de hogy? Mikor olyan ostobaságokat csinálnak az idős emberek, hogy csak úgy fütyül. Érted? Tehát az első világháborútól, a technika fejlődésétől a
tapasztalatok tudásátétele az egy szellemi fejlődést okozott, de az első világháborútól a tapasztalatok tudásátétele az szépen kezdett ellaposodni. Miért? Mert az ember úgy működik, hogy olyanná válsz, amire fókuszálsz, amire figyelsz. Ha a hülyékre figyelsz, hülyévé válsz. Ha az okos emberekre figyelsz, okosrá válsz. Érted? Ez így működik. Amin van a figyelmed, olyanná változol. Világos ez? Ha nézed az ostobaságokat a médiában, akkor ostoba leszel. Vagy nem ezt látod? A legostobábbak nézik a legtöbb ostobaságot a médiában. Oké? Tehát az embernek van egy figyelme, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a figyelmét hova teszi. Mire figyel? És az emberek nem a szellemi épülésre, a szellemi fejlődésre figyelnek úgy, mint régen, hanem elviszi őket az anyag, és elviszi a műszaki fejlődés. Érted? És onnantól kezdve a műszaki fejlődés által létrehozott termékekre figyelnek az emberek, ahelyett, hogy a megélt tapasztalatokat feldolgoznák, hasznosítanák, és mások javára átadnák. Ehelyett, érted? Pedig ez régen, az első világháborút megelőző időszakban, ez tökéletesen működött. És most ez olyan ritka, mint a fehér holló. Régen meg ez volt a természetes. És olyan kevés olyan emberrel találkozol, aki idősödéssel egyre bölcsebb, tehát egyre kevesebb és kevesebb olyan emberrel találkozol. Tehát például az én nagyapám az egy nagyon bölcs ember volt. Nem édes nagyapám volt, hanem nagymamámnak a második férje. De nekem igazából az volt a nagyapám, mert avval voltam sokat gyerekkoromban. Nem olyan túl sokat, mert 7 éves koromtól 14 éves koromig. De mit csinál az ember 7-től 14-ig pont? Az a tanulás időszaka. Érted? Tehát az embernek van egy három nagyon fontos korszaka. Az első, az a mintaszerzés korszaka, 0-tól 7 évig. 7-től 14-ig az a tanulás időszaka, a 14-től 21-ig az pedig az útkeresés időszaka. És ugye én melyik korszakomat pont 7-től 14-ig éltem meg a nagyapámmal nagyon sokat. Tehát azért mondom, hogy nagyapám, mert neki nem volt édes gyereke. És engem tekintett unokájának. Érted? Tehát nem volt gyereke. És én voltam neki a gyereke is, meg az unokája is egyszerre, érted? És egy rendkívül bölcs öreg volt, nagyon sokat tanultam tőle. És itt nem láttam soha idegesnek. Mikor nagymamám zsörtölődött vele, meg kiabált vele, simán lerendezte azzal, hogy bolond lukból bolond cél fúj. Ennyi. Érted? Szóval, de egyébként, ugye, hogy szokott ez lenni? Hát azok, akik békésebbek, azok kevésbé dolgosak. Pedig nagyapám az dolgos volt. Ezt csak úgy mondanám. Jó? No, szóval, ezt most miért mondtam? Azért mondtam, mert itt vagyunk, és azzal foglalkozunk, hogy tudást adjunk át nem az embereknek, az emberiségnek. Most az emberiség az nem csak rólunk szól. Körülbelül 30 millió magyarul tudó ember van a világban. Az édes kevés. De van még 8 milliárd ember. Azokon kívül, akik magyarul tudnak.
Oké? És hát nekünk minél több embernek kell eljuttatni a tudást. Ehhez kell a technika. Tehát nem vetjük meg a technikát. Sőt, mindenkinek azt tanácsolom, hogy foglalkozzon a technikával, csak ne hagyja, hogy a technika elvigye a figyelmét. Érted? Mert ugye sokan csinálják azt, hogy elkezd foglalkozni mondjuk a technikával, tehát a szervezésben, ugye a szervezés az általában közösségi portálokon megy, és akkor találott valami cikket, valami szöveget, és már is vitte a figyelmet, és már nem azzal foglalkozik, hogy embereknek újságoljon dolgokat, hanem azzal foglalkozik, hogy olvasgasson hülyeségeket. Érted? Ami nem biztos, hogy éppen adott esetben hülyeség, de hogy biztos, hogy elviszi a figyelmedet, azt tuti. Oké? Tehát az ember igazából, ha figyel, nem tud két dologra figyelni. Jó? Tehát figyelni csak egy dologra lehet. Lehet csinálni egyszerre több dolgot is, hogy mit tudom én, mondjuk egy nő mos, főz, takarít egyszerre, érted? De úgy, hogy a mosógép mos, akkor közben fő ott a kaja, és közben takarít, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ezt azért régen nem így csinálták. Mert amikor egy nő például annak idején, mikor sparhenten főzött, és teknőbe mosott, és ugye hagyományos módon nem porszívóval, hanem söprűvel, meg akármikkel takarított, akkor egyszer nem tudott három munkát csinálni. Akkor vagy mosott, vagy főzött, vagy takarított. Miért nem tudott a főzés mellett? Hát azért, mert közben rakni kellett a tüzet. Oké? És nem hagyhatta ott a tüzet, mert akkor leégett, azt nem főtt a kaja. Világos ez? Nem úgy volt, hogy bekapcsolta a gázt, vagy a villanyt, és akkor tartotta a hőt, és nyugodtan fő a kaja magától. Tehát aki sparhelten főzött, annak igencsak oda kellett figyelni a tűz éberségére, hogy mennyire működik a tűz, érted? Tehát, hogy ne túl nagy lánggal égjen, mert az se jó, de ne is kicsi legyen, vagy elaludjon a tűz. Világos ez? Tehát azért mondom, hogy ez nem működött régen, mert ugye sokszor hallottam már hölgyektől, hogy ó, hát mi hölgyek egyszerre több dolgot is tudunk csinálni. Ha? Persze, mert ott van a technika. Mert nem te mosol, hanem a mosógép. Te csak beraktad, meg kiszeded. Oké? Jó? De ha az ember ténylegesen csinál úgy dolgokat, akkor csak egy dologra tud figyelni. Jó? És főleg, hogyha figyelni kell valamire, akkor csak egy, nem kettő, egy dologra figyelünk. Jó? Tehát egy dologra. Hogy állunk az idővel? Ha már nem sok van. No, szóval nekünk aranykort kell csinálni. Miért? Mert az emberiség ideje 2012. december 22-én lejárt. Ennyi. És örülünk, hogy még van Föld. És van emberiség. Miért? Mert azt mondták a fentiek, akkor, tájt, hogy mivel, tehát már előtte nyilván mondták, hogy mivel sokkal jó ember ezen a Földön, kár lenne veszni, hagyni őket. Oké? És mi lenne, hogyha átadnák neki a tudást az embereknek, mivel akkor már működött egy szervezet, amit úgy hívtak, hogy nyíltak, de mi a PPH? Érted? Amelyik már ilyen típusú tudásokat nyújtott az emberek számára. Érted? Megfizethető ára. És azt mondták, hogy na, próbáljuk ki. Hát, ha sikerül azt elérni, hogy minél több ember olyan tudáshoz jusson, hogy képes legyen szeretetben, békében, boldogságban együtt működni másokkal. Próbáljuk ki. És erre adtak határidőt, 2035. És ez attól függ, hogy mi hogyan tesszük a dolgunkat. Annyi ember fog bejutni az aranykorba, akiket mi olyan tudással látunk el, hogy nem csak tanulnak,
hanem használják is a tudást. Éppen beszéltem a minap valakivel, hogy hány, ugye szó volt arról, hogy milyen gondjai, problémái vannak, és akkor mondtam neki, hány éve tanulsz itt? És mondta, hogy mennyi ideje. Aha, és az oké, hogy itt tanulsz. Mit hasznosítottál, mit használtál abból a tudásból? És tudod, mit mondott? Semmit. Érted? És akkor csodálkozik, hogy problémái vannak. Hát a tudás nem azért van, hogy ne használjuk. Vagy azért van. A tudás azért van, hogy használjuk. Világos ez? És ha nem használod a tudást, akkor ezt úgy hívják, etika szabály, hogy ártó tett, mert mulasztás. Tehát mulasztás, és minden mulasztás ártó tett, és minden mulasztásnak, tehát ártó tettnek, az arra a személyre, aki ezt elkövette, negatív utóhatása van. Tehát vagy valaki nem mulaszt és használja azt, amit kap tudást, vagy mulasztást követel. Mulasztás az egy vétség, oké? Tehát vétség. Mulasztás vétségét követi el, amely földi törvények közt nem büntetendő, de égi szabályok szerint bizony igen. Ami azt jelenti, hogy annak rád nézve, annak a mulasztásnak, mint ártó tettnek, negatív következménye lesz. És az emberek élik is a negatív következményeit a mulasztásaiknak. Csak nem tudják, hogy annak élik a negatív következményeit. Ma az emberiség nem gonosz. Nem. Az emberek nem gonoszak. Ma a legnagyobb probléma nem a gonoszság, hanem tudod micsoda? A mulasztás. Hogy az emberek tehetnének dolgokat, és nem tesznek meg. Világos ez? Ez a legnagyobb baja ma az emberiségnek. De a mulasztás az bizony ártó tett. Így is, úgy is. Oké? És ne csodálkozzanak azok az emberek, akiknek lehetőségük van, vagy lehetőségük lenne arra, hogy tegyenek valamit ugye ezért az emberiségért, de nem tesznek. Hát ez mulasztás. És hogy kezdődik az, hogy tehetsz valamit az emberiségért? Hogy teszel magadért, érted? Úgy. Mi az első lépés abban, hogy teszel magadért? Hogy használod azt, amit tanultál. Mert akkor válik tudássá a tanulás, hogyha használod. Addig, míg nem használod a tudást, az nem tudás, az csak tanulás. Érted? Ez olyan, mint az iskoláidban. Tanultál, utána nem használtad, mehetett a tanulásod a kukába. Ugyanez van. Oké? Ha a tanulást használod, már pedig itt olyan területeket tanulunk, amit érdemes lenne használni, mert ezeken a területeken adunk tudást. Oké? Most erre vonatkozó lesz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 terület, ahol fogod tudni használni, sőt még a munkáddal kapcsolatban is fogod tudni használni. Tehát mondhatjuk azt, hogy 6 területre fog érvényes lenni az a tudás, ami mai este indul. Az fél órás szünet után. Amit úgy hívják, hogy elnyomás, vagy úgy hívunk, hogy elnyomás feloldó coach. Ami annyit jelent, hogy az elnyomást hogyan kezeld. Érted? Hogy az ne viseljen meg. Oké? Mert az elnyomás, az én azt látom, hogy minden embert megvisel.
De ha tudod kezelni, akkor nem. Oké? Okay? Jó? Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, gyere közénk tanulni a legkedvezőbb feltételekkel, a legkedvezőbb áron. Jó? Várunk szeretettel, szeretlek benneteket, sziasztok!